A baleset másnapján, november 11-én a színház szűkszabú közleményében arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a sérült művészek, idézem, a körülményekhez képest jól vannak. Ehhez képest egy forrásunk, aki ismeri a két művész helyzetét, arról beszélt nekünk, hogy Szász Júliának eltört három bordája és a lábszárcsontja is, ez utóbbit műtéti úton egy rögzítő csavar beépítésével kellett helyreállítani. A baleset után öt napot töltött a kórházban, majd a bordatörés következtében légmel, vagyis pneumotorax alakult ki nála, ami akkor alakul ki, ha a mellhártyák közti létfontosságú szoros kapcsolat megszűnik, és a tüdő és a melkas közé valamilyen okból levegő kerül. Ő két hetet töltött a kórházban, most helyt engedték újra haza, állapota jelenleg stabil. A másik színésznek, Horváth Lajos Ottónak a keze sérült meg, de olyan súlyosan, hogy a baleset után több órás műtétre volt szüksége.